Én is sportolok, ugye az étkezésre is odafigyelek. Valaki kondiba jár, viszont a futás is nagyon sokat segít. Tehát bármilyen sport szerintem. Konditerembe szoktam menni, meg sokat biciklizem. Sanyargatni meg teljesen fölösleges az embernek magát. Enni kell, kicsit elmozogni, többet mozogni, és akkor így azért több eredményt érünk el. Az étrend és a mozgás az, ami meghozza azt a kívánt eredményt, illetve azt a várt eredményt, amit az ember megkívánna magának. Elkezdeni legnehezebb, ugyanis motiváció hiányába, csak hogy az ember elgondolja, hogy most én életmódot váltok, ez így nonsense. Tehát valami olyan apropó kell hozzá, én úgy gondolom, úgy érzem, és ugye az elmúlt években azért sűrűn foglalkoztunk ezzel, tehát tudom is. Kell egy olyan motiváció, ami megindítja az embert abba az irányba, hogy tényleg életmódot váltson. Tehát az év első napját úgymond enduányzom. Ez azt jelentette, hogy először minden jól ment, tehát ezt eldöntöttem, ezzel nincs probléma. Ilyenkor természetesen egy hónap után jönnek a plusz kilók. Most én nekem is 12 kiló, ami feljött, tehát ebből adódóan valamit kell csinálni. Persze kéne, csak mikor az ember már egy idő után annyira elhanyagolja, meg annyira, hogy majd eltolja, rárakódik a sok súly, az ízületek le vannak terhelődve, én ezzel már nem tudok elkezdeni futni, mert itt műtötték, ott van lekopva. De ha egy jó alapos diétát betartanák hosszú távon, akkor biztos sikerülne, de hát még nem érkezett el az ideje. Szerintem az étrenden is változtatni kell, meg hát sportolni egyértelmű. Tehát ahhoz, hogy valaki le akarjon fogyni, szerintem nem csak az étrenden kell, hanem ahhoz edzeni is kell. Fogyókúráznak nagyon sokan, aztán jön egy ilyen jó effektus, csinálnak egy hónapos, két hónapos, három hónapos fogyókúrát, aztán hagyják az egészet a fenébe, és gyakorlatilag ugye visszajön a súly. Tehát igazándiból egy életmódváltásra lenne mindenkinek szükség, aki ebben akar foglalkozni. A sok édességet, tehát a cukrot, azt mindenféleképp el kell engedni, akármennyire is szereti az ember, és több zöldséget bevinni, tehát a vitaminok azok szükségesek szerintem. Én most magamon látom, hogy elkezdtem vitaminokat szedni, és én is elkezdtem hízni. Gyakorlatilag tehát fogyni csak mozgással és diétával lehet, illetve az, hogy odafigyelünk az étkezésre, hiszen most már le kell szoknom nekem is arra, hogy éjszaka vagy este nekiálljak fehér kenyeret enni, vagy ilyesmit. Kevesebb cukrot, kevesebb kenyeret, gyakorlatilag ennyi, ami vissza kell fognunk, húst azt teszek, ugyanúgy továbbra is. Tehát igazán egy kicsit odafigyelünk az étkezésre, kis mozgás, és akkor így kontrolljuk a testet, meg egy kicsit egészségesebb életmódot élünk. A legfontosabb az, hogy ha valaki súlyt szeretne veszíteni, tömeget szeretne veszíteni, tehát ugye karcsúbbnak szeretne kinézni, egészségesebbnek szeretne kinézni, gyakorlatilag a legfontosabb, hogy a fehérje bevitel legyen sokkal magasabb, mint az egyéb dolgok. Szénhidrátot le kellene csökkenteni. Én a szénhidrátokra szoktam odafigyelni. Tehát mindenképpen a szénhidrát fogyasztására, annak mennyiségére minden nap. És hát ehhez képest a zöldségfélékre és a sok zöldségre, gyümölcsre, amit inkább fogyasztok nagy szeretettel. A gyümölcsök nagyon-nagyon fontosak, a vitaminok, és a mozgás az elengedett. Tehát ennélkül nincs. Most ilyen reklámok vannak, hogy nem kell fogynod, csak beveszed ezt a gyógyszert, és akkor lefogysz. Szerintem ez nem helyes dolog. Mozogni és diéta. Igazából nem 20 évesek vagyunk, tehát nem fogunk megőrülni és hatalmas izmokat szerezni, de tehát kis mozgás, kis futás, kis fekvőtámasz, kis felülés, és akkor ez egy rendszeresség, egy heti három alkalommal, és persze odafigyelni az étkezésre, és akkor ebből, és majd meglátjuk, mi lesz később.